Fontos tudnunk, hogy egy darabig tudjunk tölteni az aksinkat, de mint a bármilyen technikánál is látjunk, hogy egy pár év múlva már csak 90%-os az aksi, egy telefonnál, számítógéppel, addig-addig, ameddig már csak a töltőről fog működni. Ez a természete ennek a világnak, a testünk szintén ugyanúgy működik. Ameddig valaki fiatal, akkor nagyon sok idő kell elfáradjon, és kevés idő kell, hogy feltöltődjön. Idős embernél már fordítva van. Nagyon gyorsan kifárad, és nagyon sok idő kell feltöltődjön. Ezért nem a test kell, hogy legyen a fő hangsúly az életünkben, hanem a lelki. Mert hogy lelki aksikat töltöm fel, akkor minden rendben lesz az életemmel, függetlenül most a test milyen állapotban van. Mert hogyha testre hangsúlyt rakunk, akkor amikor már test nem fog menni, akkor magunk alá fog kerülni, fogunk félni, jaj, most már öregszek, valamit kell csinálni, akkor lehet, hogy már közelebb a halál, ha már így működik a test, akkor sok-sok probléma fog befolyásolni a mi akár elégedettségünket, vagy boldogságunkat. De hogyha lelki aksikat töltjünk, képzeljétek el, a lelki aksi az nem merül le sose. Itt egy kicsit kell tölteni, és sokkal nagyobb a feltöltés kis időben történik, és minél fejlettebb valaki, annál kis dologgal nagy töltés történik. Itt fordítva van, az elején kell sokat tölteni, de amikor már valaki úgy mondjuk fejlett, akkor elég csak egy kicsit, és most már fel van töltve. Szóval annyi aksik előbb-utóbb tönkre mennek, nem érdemes. Ez azt nem jelenti, nem érdemes foglalkozni, de érdemes foglalkozni, ha minél tovább tartson a test energiájéla. Nem érdemes gondolni, hogy örök így fog menni, hanem érdemes lelkileg töltődni. Akkor minden oké. Hare Krishna.